A mai videóban megvettünk mindent, amit kértetek tőlünk Instagramon. Kiraktuk Instára, hogy megveszünk bármit, amit írtok nekünk, és írtatok egy pár érdekes dolgot. És egyébként kövessetek be Instán, mert miért ne. És ha te is szeretnél szerepelni hasonló videóba, akkor kövess be Instán, iratkozz fel, blablabla, nem tudom, ilyenkor mi szoktak mondani még a youtuberek. Na, what szóljon! Mutasd már a fogadat. Utoljára látunk így fogszabályozóval. Mikor elkül, hogy fog kinézni? Tudod van ennek mit gondolsz erről? Én nem értek egyet semmivel, ami ezt között van. Nem, teljesen boldog vagyok amúgy. Te most kiverem a fogadat, ezt az orvos vissza tudja rakni? Szerintem én itt megállok. Miért? Nem tudom, is kedve vagy rakni. Utol az a vagy. Utol az a vagy, nem látod? Miért izgulsz? Azt, hogy rosszul lesz felrakva? Nem, amúgy kajak nem tudom, hogy te a fejének. És fájni fog. Amúgy jártam. Ez volt az utolsó felvétel innen. Teljesen előre, ezt meglátjuk. Shake it, Kami. Shake it, Kami. Szükséges olyan, mint a kívülről valami, azon kívülről gyertem kocsát. Most semmit szabadítom. Aha, jó. Semmi kemény nem mehet bele. Édesem. Nagyon köszönjük szépen, és én nem tudom, mit köszönjük. Viszont. Na. Nagyon furcsa, meg kell nézem. Jézusom! Amit a telemedben szám. Innentől kezdve nem ehhez is falatú se semmit. Mennyire húzza a fogadat? Semennyire. Sejpíteni fog? Én nagyon izgulok, szóval nem tudom, mit mondjak így hirtelen neki. Gondolj, ami szépre. Vegy egy nagy levegőt, fújt. De te mit akarnál hallani egy férfitól? Szép vagy. Szerintem ez. Akkor mondjam azt, aki hogy szép. Na, gyere, bede. Én mondjam, hogy csinos lányt választottál magadnak. Michelit. Szia. Azt mondtad, hogy 15 vagy, meg azt, hogy jól nézel ki. Mindegy, ez is megteszi. Benedek vagyok. Szia. Szia, Enikő. Menjünk be a szobából, beszéljük meg a dolgokat. Szoktál lábazni? Szoktam, az a kedvencem. Te szoktál? Néha rá szoktam nézni, de annyira nem veszettül. Nem mondtátok, hogy ketten lesztek. Plusz költség lenne? Csak ketten tudunk szójátékozni. Te ki is vagy? Én a kisuga vagyok. Kisuga vagy, szia. Kamilla Enikő. Bocsánat, erős volt egy kicsit. Testépítő vagy? Vagy valami gyilkos vagy? Néha leszoktam nézni az edzőteremben, még ilyenek, de nem olyan tál extrán. Reatin az alvány, mit csinálsz? Aha. Nagyon örülök, hogy megismerhetelek téged. Miért kellett ide jönnöm amúgy? Tudod, nagyon régóta egyedül vagyok, kéne nekem egy... Egy csaj, tudod. Én szétnézek lent, hát ha van neked valami, de az a baj, te nem vagy az esetem. Hello. Ez nem esett jól amúgy. Én ezt az egész szituációt nem tudtam felfogni. Én sem igazán, miért kellett parókát húznom most? Képzétek, ebbe ugrottam Penny pofához. Éppen fürdött, mondta neki, hogy kértek egy pohárra, azt mondta, hogy persze, szóval. Nem lehet ilyet csinálni. Hogyha ilyet tesz valaki, büntető eljárás van maga után. Szóval gyerekek, mindenki maradjon higgadt, mindenki iszogassa a pohárát. De szé... Apu, ne igyál! Pohárnak nincs semmi baja. Ezt azért még később elraknám én. Szerintem ez nem volt jó ötlet. Penny pohárnak meg köszönjük a vizet. De milyen Spotify top listáról beszélsz nekem? Én egy rohadt betonkeverőt kértem. De nem, de miért érdekel engem a Spotify, meg ilyenek? Rám sóznak egy ilyen betonkeverőt. Betonhofi! Betonhofi, szeretünk amúgy, ez csak muszáj valamivel poénkodnunk, nincsen humorérzékünk ezért. Azt hiszed, hogy amúgy néz a videóinkat, de annyira nem vagy híres. Megyünk a kövire. Itt van a cipő, és most találkozunk veled, Mentos. Dunkot vettünk neked. Meg akartunk lepni valami újjal, valami jobban. Remélünk nem okozunk csalódást ezzel a cipővel neked, hanem örömöt. Szia! Szia! Ah, szia! Szia! Azt mondtad, hogy Air Force, magas szállod. Ah, igen, igen. És csak egy ilyen, egy dunkot. Úristen, köszönöm szépen! Nagyon szívesen, remélem jó lesz neked. Köszönöm szépen, tökéletes. Egészséggel hold. Szét kell osztani mindenfele a boldogságot, a mosolyt, meg minden ilyet. És karácsonyi vásárba helyett, hogy soha ne ijatok forralt bort, az nem tesz jót nektek. Gyerekek, szóval. Tényleg ne ijatok egyesre. Egészség! Már Balázsnak hány ingere van? Jaj!
Te sokkal ti is szerepelni akartok egy videóba, illetve szeretnétek, hogy meglepjünk titeket, akkor nem kell más csinálni, mint feliratkozni. Ez lesz az új flow, hogy a nézőkkel videózunk és meglepünk nekik. Én úgy látom, hogy lenne itt pár néző, aki szeretne. Szevasztok! Menjünk velük! Szevasztok! Szevasztok! Ti ugyanúgy néztek ki! Kikrek van ez, hogy mi ez? Hadulj meg, tattohorkány! Jó lehet, jó korcsajázás! Sziasztok! Mehetünk a kövére! Jó, a kóla! Hogy fogod kinyitni, te állat? Kellene neked egy kisebb kóla? Ez nekem egy óriási baszi nagy kóla! Kell a Mentos? A seggedbe. Kamilla, de... Ennyit kertek? Hármat szeretnék. Először is felbontjuk a Mentoszt. Ez nagyon-nagyon kémiai. Kiveszünk egy darabot. Ugye egyszer egyet lehet kivenni. Felbontjuk a Coca-Cola-s üveget. A Mentos belehelyezzük a száján keresztül. Hova szaladt ez a gyerek? Ezt kell csinálni. Most belevágja a többit is bele, észszerűen, mikor már az összes szénsav kimegy belőle. Ez most fel fog robbanni. Hát, hogyha felé dugom, akkor biztos. Ez jó volt. Természetesen a szemetet összeszedjük, hazavisszük. Bele, le is zárt a Mentos csomagolást. Csináld úgy, hogy egyszerre vagy hármat belevágsz. Én úgy gondoltam, hogy egyet dobok bele, mint ez a kicska fejű, nem mindegy. Kértek egy kortyot? Ott a tiéd. Kamilla, mit csinálsz? Csináld már, hallod. De ez hogy tudom egyszerre? Fie, egy darab se fog nézd. Belemenni. Amennyi menj bele, amennyi menj. Nem fog belemenni. Nem, tényleg nem. Bum, bum, úristen! Na akkor én jövök! Hallod, látszódott, hogy kijön az orrodon. Csináltam már, mert szétfagyok. Nem már, Kamilla! Miért kell bántani? A testvéred vagyok. Nálam kamera van. Most két Mentos, ez nehogy keménye legyen, Bali. Na ezt figyeld, Kami! Hát? Aha, csak a kocsitok messzebb. Jó! Field. Menjünk haza. A következő dolog, amit megvettünk, fejercsoki shaken espresso. Jól mondtam? De ugye ez nem fehér csoki shaken espresso, mert azt csak Amerikában lehet kapni, ezért csak fehér forró csokit vettünk. Nem szabad másokat bántani. Hogyha egy kicsit jobban tud beszélni angol, akkor úgy mondod már ösztönből. Mert arra akar kitérni, hogy ne bántsátok Csengét. Csengének hívják. De le van maradva fény évekkel ezek szerint. Kóstolod meg. Szerinted nagyon forró lesz. Amúgy finom. Ennek miért van ilyen sekszoka? Tényleg nagyon büdös. Hát mert most ittam bele. Ja! De pont ne fókuszál a kamera! Csináld már meg újra! Tudod, egy kis problematika. Mi a baj? Ketté szakadt a lábam. Telében nem látszott, hogy Kamilla cigány kerekezett, pedig láttátok, csak el volt homályosodva nagyon. Vagy csak én öregszem és nem látok jól. Mehetünk a kövére. Mondtátok, hogy vegyünk egy kis állatot itthonra. Itt van egy kis állatja. Szeretlek, Kamilla. De vettünk három halat is nektek. Ami amúgy négy. Vagyjuk, jó? Nincs. Miért raktad víz alá? Hát megfulladnak. Kamikám, nyisd már ki az ég szerelmére! Mi a gond? Mutasd meg egy igazi férfi, hogy csinálna. Fukkal is bárhogy! Csak... Jó, az már! Én szeretném először megfogni a halakat. Na, hát aki kinyitja. De nem áll! Amúgy nem akarom. Nyisd már ki! Ez hülye, ez úszik. Amúgy ez négy hal. Öt. Halljátok? Ez nekem nem tetszik. Kamilla! Tűnye, mitől ijedtél? Nem tudom, mindjárt elkezd haragdálni, nem tudom. Fedd már ki! Ez itt a mai vacsi? Megfoghatom én is. Ne! Csókolj meg! Csókolj meg! Ne! Pedig nem állt ő. Kamilla, akkor kezébe tegyük már. Jó. Ezt akarnak? Fogom meg egy percet. Ne! Kamilla, az ágyamba ment! Vedd ki, Kamilla, mert elvelnek. Fúj, rohadjál meg! Hogy fogom meg egy percet, Kamilla! Mi ez? Béka! Bég! Ugye nem az okozza a boldogságot, amink van, nem az határoz meg minket, hanem ami itt van belül. Ez tesz minket boldoggá, ez tesz minket azzá, akik vagyunk. De azért vegyünk egy iPhone 14 Pro-t. Hát, hogyha már kértetek rá. A kedvetekért természetesen, mert azt írtátok Insta Story-ba. Mert még ki sem fizettük. Majd intézzük. Izgulok. Sziasztok. Sziasztok. Volt egy rendelésünk. Fizetést azt majd intézzük, az majd faterunk bejön, aztán majd ők igazat. Valahogy majd rendezzük. Köszönjük, hello! Köszi! Ilyenkor kell futni? Gyerekek, itt a 314 Pro, de ezt még nem fogjuk kibontani, ez még egy külön videó. Ezért érdemes nézni a Tóth Benedek, Tóth Balázs, Tóth Kamilla csatornákat, úgyhogy csekkoljátok mindenféleképpen. Szóval akkor vennünk kell nekem meg Kamillának egy cipőt. Az a baj, hogy Budapesten sehol nem lehet egy értelmes cipőt se venni. Itt lehet cipőt kapni? Nem tudom. Szerintem, hogy csináltam. Szia. Szia.
Ezekről mit kell tudni itt ezekről a cipőkről? Gondolom nem 500 forintért lehet venni. Például 4,5 millió forint. Ez 2 millió, én amúgy már vettek is. 10 euró akkor? Van ilyen kis picike is. Amit a látod neked is komoly. Ez nagyon komoly. És szerinted Baláshoz milyen illene? Ezt is tőled vettem. Egy nagy persze. Szeretlek, tesz. Milyen illene hozzám szerinted? 46-osba kéne gondolkozni. Ez egy művészeti testközöm. Ezek nem cipők, ezek művészi darabok vannak ide egyesével kirakva. Azon mindig ezen gondolkozok, hogy ezt vegyem meg. Gondolkozzál, Kamilla, gondolkozzál. Vajon szuvenírbe lehet elvinni olyan Balázs kézeset? Táskát? Először vásárolj valamit, és akkor szuvenírbe viheted az agyrot. Ez nem tetszik. De olyan nem. Ez amúgy tényleg brutál jó. Be van sárítatában, mint ilyen régebb. Biztos nem használtam miatt. Egy autósba akkor felpróbálhatom. Kamilla, neked? Nekem. Hanyas lábod van? 30. 2. 28. Kamillának a stílusán amúgy is kell kicsit változtatni. Igen. Sajnálom. Neked ilyen izi? Kínaiban van. Igen, amúgy nincsen itt. Ne hangoztassátok már, légy szíves. Milyen lábszag, nem? Nem. Felpróbálni sem akarom, csak hozzá akarom mérni a lábomhoz, mert nem akarom összebüdösíteni. Balázs megérkezett a méreted. Júj, 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 gyerekek. Áldozom az ujjamat is, kint volt a hidegbe. Hallod? Nekem nagyon bejön. Tényleg? Nem is válogatok tovább, aki beszél. Nekem ez kell. Ha nem hallottátok volna, elég szer. Balázsnak ez kell, és kész. Ez semmelyik, már csak is ez. Nézd körbe, Kamilla. Szia. Tóth Benedek vagyok, szia. Szia, Pohár Balázs vagyok. Mióta foglalkozol a cipőkkel? 4-5 éve. Istán láttam, hogy már régebb voltál. Már régebb és volt, voltál ilyen... Riseller. A Riseller. Aha. Szépen kifejlődött. Hát, azért, amint látom, igen. Elég szépen kifejlődött. Gratulálok hozzá. Nekem még mindig megvan az a kis pénztárca, amit adtál nekem. Kis Louis Vuittonos. Emlékszem. Azért TikTokon eléggé be van marketingelve. Ezeket így előre el vannak tervezve az ötletek, hogy ah. Hogy vagy csak így jönnek. Én ilyen vicces figurának tartom magam meg, akikkel ezt így kitaláljuk, már ők is így tök viccesek. Ez csak így jönnek, és aztán megcsináljuk. De láttam, szerepeltél tévében is. Igen, igen. Az milyen érzés volt így, csak úgy? Ura volt, még nem voltam, az volt így az első. De más, mint egy TikTok videó. Hát az biztos, egy kicsit egy fokkal. Nincs valami kérdésed felém esetleg, hogy hetero vagyok-e vagy? Azt is elfogadom, ha nem. Köszönöm. Akkor nyugodt környezetben vagyok. Kamilla. Ez túl virágos? Aha, kék, ez annyira nem is szeretem. Jézusom. Nővel eljönni vásárolni. Na. Ez van, ez az mána. Ez még az én stílusom. Pont jó illik hozzád, mert ez ilyen két oldalú. Most azt akarod mondani, hogy két színű vagyok? Magyarul igen. Júú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 
ez jobb amúgy, mint a kék. Ugyanezt néztem én is, csak a piros is volt benne. Kérdés, ki fizet? Én kimegyek telefonálni. Na persze, oké. Okay. Akkor ezt is szeretnénk. Szeretem. Köszönjük szépen a cipőket. Köszítesen. Köszönjük még egyszer. Nagyon köszi, hogy jöttetek, és szép napot. Kitartást. Puszilj titeket, Balázs. Csáó, sziasztok. Amíg mindig a hideg van, de megvan a cipő. Igen, fasz a cipőket vettünk. Kedves fogadtatás volt. Köszönjük szépen, Balázsok is, lessetek be hozzá. Hogyha beléptek, egy teljesen más világ vár titeket igazából. Nem magyar szint, gyerekek. Aha, jó pofa ötlet, vegyünk egy új ágyat Kamillának, mert amúgy is a földön alszik. Igazából mióta Kamilla megszületett, azóta nem költöttünk rá egy forintot se. Most se fogunk, hanem ahelyett, hogy vennénk egy új ágyat, neki kipakoljuk az egész szobáját. Szia! Szevasz, hol a f***ba vagy? Itt vagyok, jó finál. Ja, indulj meg szerintem. Akse. Valamit mutatni akarok. Akse. Csumi. Hát ez beszokja. Szóval ki lepakolva az egész, szóval most hogy víz hangzik? Kamilla, hazajött már! Ez te vagy, Kamilla? Miért nem kapsz levegőt? Nem tettem. Én takarom le a szövedet, mert ismerlek. Most lépj egy nagyot! Így, és durd! Abszolút mindent kivittünk. Azt kérték, hogy vegyünk neked új ágyat, és én azt mondtam, hogy nem érdemled meg, hogy új ágyat vegyünk, ezért kivittünk mindent csak úgy. A tévét kéne még kivinni, csak szakember szükséges hozzá. Fú, de nagyon-nagyon meglepődtél, hogy kipakoltunk mindent a szobából. Tudod, mi volt a legnehezebb kivinni? A kibaszott monsteres gyűjteményedet. Mert ki nem dobtátok. Menjünk a kövire. Nézd, hogy elhagytál valamit. Ez volt a hihetetlen nagy ötleted? Ez az, amit kerestem már, hogy a 19 éve. Meg kell rajta osztoznunk, mert nekem is kéne. Nem kell. Ah, neked nem kell. Hát igen, ugye a nőknek nem kell agy. Örökbe fogadtunk egy gyereket, itt van a gyerek. Kész, örökbe fogadtuk. Jaj, aranyos vagy. Jaj, te kis gyerek,
mint egy kis baba. Na örülök, hogy fogadtunk egy kislányt. Na ez van, ilyen gyerekkel, ilyen is. Tudjátok, hogy milyen egyszerű amúgy egy gyereket felnevelni? Csak simogatni kell. Jól kell bánni vele, minden meg kell adni a gyereknek, és kész. Igazából már így, hogy a család része lett így, már tényleg úgy kezeljük, mint hogyha a testvérünk lenne. Nehezen lehetne megválni tőle. Szóval vegyünk azt, más porokon élek, tudod, egy kicsit olcsóbban. Olyan porok, de például ezek. És ez. Kreatin, gyerekek, kreatinozni kell. Rá kell gyúrni, mint a szar. Tudnék még mutatni rengeteget. Ezeket kell tolni, értitek? Ezeket kell tolni. El kell menni az edzőterembe, az ott kell nagy vagánynak lenni, nem pedig... Helyesbítenék, általában amit Balázs csinál, azt nektek nem szabad csinálni. Ti ezt ne próbáljátok ki otthon, semmiképp. Ha 16 elmúltál, akkor kőkeményen kell tolni az edzés. Mehetünk a kövére. Ahogy kérted barátom, megcsináljuk, jó? Úgy fogjuk felfújni, hogy én kihajolok az ablakon, bele gyorsan fog menni, és fel fog fújódni. Ez izé szaloncukor. Eper illata van. Meg az íze is az amúgy. Mi? Mert spanom mondta. Matt! De mi a helyzet? Menjen még egy kör! Menjen! Mehet! Ki pukkasz? Tényleg? Ki talál ki ilyen? Komolyan mondom. Menjük a kövére. Na jól van, fasza, vettünk egy Lambót, de hát nem úgy alakult, ahogy kellett volna. 120 millió forint ennyit ért, hogy a faágokban megakadt. Megvettük a Lambót, csak pár nullával kevesebb. Menjünk a kövére. Itt a kicsi adag! És ez a kicsi Kamilla! Kamilla! Oké. Okay. Ez a kicsi adag krumpli a Mekiben. Nem adja nagy krumpli egyébként? Ez nagy adag krumpli, ez óriási, extra big. Valahogy nem áll össze nekem a kép igazából, mert ez a kis krumpli adagba ekkora óriási szem krumplikat raknak bele. Belefér az a szádba egyáltalán? Bele megérkezett a mellnapról. Sosincs olyan, hogy lábnap vagy hátvál. Csak mell és biceps. Nem értettük ezt a kérést, hogy ezeket vegyük meg, mivel ebben mi a furcsa? Most a felső miatt mondod, hogy hülye. Átveszem inkább. Te se nézel ki a jelk jobban igazából. Miért mondod? Tehát minden nap ebben vagyok, nem is értem, hogy mi a gondod ezzel. Majd már hátrébb jó lehetni. Mondom, mondom jó! 80 kilóval nyomok fekve. Látszik, öcsém. Lego Ninjago. Rakjuk össze! Hú, ez bonyolult. Megcsinálom a embert, meg a többit, jó? Benne? Ebből most egy hatalmas rész lesz, hogy ki a jobb Ninjagós, vagy ezt nem tudom, hogy kellene mondani. Kész van már az ember? Itt van, kezdődj. Már bimbóra kell rakni? De várjatok! Jó, so. Nem leszek kegyelmes. Jó játékot? 3, 2, 1. Oh! Szerintem eltört a lábam. Na ezt most újra! 3, 2, 1. Nézd csak! Igen. Hát ez hogy kéne? Pacoljanak egymással. Mert? 3, 2, 1. Szerintem úgy nem ér, hogyha beleértek. Megvan. Dik, miben van ez a gyerek? 3, 2, 1. Gyere már, hát mit állsz ott? Azt mondtátok, hogy vegyen virágot, ezért most lesz virágot. Sziasztok! Kamilla, ne csapkodj már azzal, az édesanyánknak lesz! Ne kérdezzetek semmit, jó? Menjünk, sartoljak inkább. Miért nem kaptál hozzá blokkot? Ezért mondom, hogy induljon gyorsba, szerintem. Kö, megvettük az ékszert, jó? És hát valahogy megszereztük. Ne, tapossál, meg! Menjünk innen, menjünk! Úristen, azok ránk lőttek! Menjünk innen! Úristen, az egy tekes kocsi! Te karodj innen! Ezt vettük édesanyukánknak. És nem látszik ki a fejed mögül. Hello, mamikánk. Ha már így megszültél minket. Ha már kérték a nézők. Ezért vettünk neked pár ajándékot. Vegye fel szemüveget, szerintem, mert ezt nem fogod látni. Neked nem vettük semmit. Rám olyan előhúztuk, Kamilla. Nő nap van. Ez is a tiéd. Jöjjön, nem egy új Audinek a kulcsa. Hát. Ez egy ékszer anyukánnak. Azt a mindenit, gyönyörű. Megcsináltuk. Ezek vagyunk mi. Ez nagyon szép. Megpróbáltam, hogyha már így megkaptad. Csak nyugodtan. Illik a pulcsiához. Hát... Köszönjük szépen, hogy megszültél minket. Nem volt más lehetősége. Á, jó. Ez nagyon szép.
következő, amit írtatok, az a tátra tea, amit undorodva fogok fogyasztani. Ne töltsél nekem egyet, fú, meg neked. Ah, de rossz. Ide érzem a szagát. Egészségedre akkor. Mi? Mert ezt mind megiszod? Aha. Oh! Hát az, hogy meghúzta a tátra. Tehát megszimadtunk titeket, igen. Igazából ez csak sima ásztea. Gyerekek, ti soha ne csináljatok ilyet, hogy 0-7-es tátra teát meghúztok, mert szóval nem alkalmi érkezés, nem lehet túlélni. Mi sem csinálnánk komolyan, tényleg. Balázs, hozzá már egy pumpát! Mert mit? Mi történt? Nem láttál szerintem még ekkora nagy darab szart a WC-ben. Hogy nézem? Ki hagyhatta itt ezt a nagy mértékű fost? De valaki lehúzta volna. Húz már meg. Na ez az. Vegyünk egy új Audi A6-ot. Megtettük. Hogyha nagyon érdekel titeket, igen, anyám tankolja. Mehetünk tovább? Jó, ez a pékmeló. Hajnal 3-kor kell kelni, de én addig le sem fekszek. Azt nem értem, hogy valaki miért adta ezt az evegezőt a kezembe. Nem volt pénzünk péklapátra. Menjél. Esküszöm, nem mondom el senkinek, hogy ellopta. Kértétek, hogy ajándékozzuk el a régi iPhone-jainkat. Mi olyan adakozó típusok vagyunk, hogy mi ezt már régen elterveztük egyébként. Ezért eljöttünk egy kicsit messzebbről otthonról. Oda fogjuk adományozni egy régi iPhone 7-es, ami makulátlan állapotban van. Azért hoztunk hozzá egy jó kis tesókostokat azért, hogy ebbe biztonságban van az fix. Reméljük, hogy örömet okozunk ezzel. Egyébként a hölgyekihez jövünk. Telefonáltunk tegnap. Azt mondta el, hogy a lányának egy telefon kéne. Természetesen nem azért mondta, hogy hozzunk egy telefon, mert nem is számít arra, hogy bármit is hozni fogunk neki, hanem azért, hogy a lányával találkozzunk. Ezen az iPhone-on kívül még hoztunk egy pár dolgot, ami nekünk már nem szükséges, de másnak lehet, hogy az. Így szeretnénk jót tenni. Szia! Szia! Tóth Benedek vagyok. Tudom. Én már mindent tudok rólatok. Apróság. Ó, nem áll. De nem a... kell semmi. Nagyon szépen köszönjük. Jaj, én köszönök mindent. Most megy be a lányáért, és utána pedig meglepjük őket a dolgokkal. Még fogalma sincs, hogy mit hoztunk, de mi már kaptunk ajándékokat egyből. Ez elmond valamit. Nagy szíve van. Direkt nem szállok ki a kocsiból. Nem szeretnénk ezt, hogy ez minden felvételre kerüljön, meg mindennek ez legyen a lényege, hanem ez csak egy ilyen rejtett kamera, úgymond, de meg lett kérdezve az, hogy benne lehet az arcuk. Én úgy gondolom, hogy szerintem ez így sokkal jobb, hogyha én itt maradok a kocsiból, és innen veszem fel. Tehát, hogy nem az van, hogy a kamera miatt hát, ha van valami izgalom, meg ilyenek, csak a tiszta öröm a lényeg. Szia, Bius! Szia! Szia, drága! Gyere, adj egy ölelést! Szia! Szia, nekem is adsz! Megkaptuk az ajándékot, köszönjük szépen! Nagyon szépen, köszönjük neked! Vagy. Milyen volt az, suli? Nagyon jó volt! Szeretnénk nektek adni pár dolgot, és csak ezt odaadom neked, ez rejt nagyon sok jóságot, mindent, és szeretettel adjuk nektek. Ezt pedig hallottuk, hogy szükségetek van egy ilyen eszközre, úgyhogy ezt is a tiétek. Sok szeretettel adjuk nektek! Mama ügyesen eltitkolta, hogy jövünk ma. Nagyon-nagyon szépen! Tényleg igazán nincs mit. Nagyi, majd megnézed a fehér táska tartalmat? Igen. A Dalmának küldjük. Jaj, ennyi mindent. Nem kellett volna. Nézd, hogy mi van benne. Igen. Jaj, nem áll. Bolzasztóak vagytok komolyan. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Minden nap nézem a te szókcsatornát. Nagyon helyes. Igen. Ez az igazi boldogság az embernek. Akkor valaki tényleg örül annak, amit hozunk neki. Sziasztok! Sziasztok! Most be kell mennünk az iskolába, mert azt kívánják a gyerekek, úgyhogy ide is beköszönünk, ha már itt vagyunk.